játszottál, ha jól láttuk, ennek ellenére egész jól ment a játék. Hát igen, sajnos van a vádlimba egy ilyen izomszakadás, részleges izomszakadás, hát kénytelen vagyok így játszani, meg hát külföldön is így kell játszanom. Hogy érzed, most milyen a mezőny? Erős a mezőny, de hát végül is a magyar bajnokságon mindenki elindul, hát nehéz megmondani, hogy ki fogja nyerni, sok esélyes van, ismerjük egymást, hát szerintem pillanatnyi forma lesz az. És egy ilyen komoly mezőnyben szerepelni? Hát nagyon jó látni a jobbakat, meg Magyarország legjobbjait játszani, sokat lehet tanulni, nagyon jó szerintem. Nem ijeszt meg, vagy nem tör le, hogyha esetleg nem úgy sikerül egy-egy meccs, ahogy eltervezted? Nem igazán, hát koncentrálok a következő meccsre, azt elfelejtem, mi volt előbb, ha nyertem, ha vesztettem, vereségből ugye tanulni kell, győzelemből pedig hát adni örülni és menni tovább. Sokaknak felcsillant a szemük, amikor Gergely Gábor nevét hallották, hogy vezetni fogja az asztali tenisz szakosztályt ott. Hogy halad most ez a dolog, és hogy áll a kezdeti lelkesedés? Kitart? A lelkesedés az nem apadt el, hiszen én nem lelkesen, hanem szakmai szemmel irányítom a KSI-t. Nagyon jó a csapat, nagyon sok segítséget kapok Lakatos Gyuszitól, Csokitól, és nagyon jó embereim vannak, Lakatos Tomi. Nem van bízva, hogy valami úton módon kijuttassuk őt az ifjúsági olimpiára. Elsődleges feladat az, hogy a Tamásnak az útját most egyengessük, de természetesen a többieket is. Vagyunk vagy 25-en, 30-an, akikkel én foglalkozom. Azt gondolom, hogy egy rövid időn belül szép eredményeket fogunk elérni. Szabad kezet kaptam az asztali teniszre, nekem csak a szakmával kell foglalkoznom, úgyhogy beosztom az edzéseket, edzésterveket készítek, elmondom a gyakorlatokat, és a versenyeken a srácok mögött ülök. Tehát azt kell mondanom, hogy könnyű dolgom van. Gergővel játszottam, egy vinkáci játékossal. Nagyon tehetséges fiatal srác, de úgy érzem, hogy a rutin az most az én oldalamra billentette ezt a mérleg nyelvét ezen a meccsen. Ez egy viszonylag hát meggyőző 4-0. Úgy éreztem, hogy jó formában jól kezdtem ezt a versenyt. Ez nekem jó önbizalmat ad, hogy sikerült 4-0-ra hoznom az első fordulót. A legutóbbi ProTour meccsedről kértek itt többen, hogy kérdezzelek meg, hogy valami kis elemzés, hogy hátteret adjál, mert nagyon szépen játszottál, azt mondták. Köszi szépen, Kuwaitban volt ez a jó siker. Sikerült megvenni a világranglista 29. japán Seiya Kishikawa nevű játékost, ami nagyon nagy bravúrnak számít. És azáltal bejutottam 32 közé, és utána még egy meccset nyertem, megvertem egy német srácot, aki a Bundesligában, a német bajnokságban elég jól nyer. Ő is fiatal, mint én, azt hiszem 22-3 éves, de azt is 3-1-ről fordítottam, az azért volt külön öröm, hogy így egy ilyen nagy hátrányról fordítani, ez mindig nehéz. Wang Lichinnel játszottam, kínai válogatott, háromszoros világbajnok, hát a harmadik szetben volt győzelmi esélyem, 9-8-an volt, de sajnos volt egy-két rossz döntés, ami által elveszettem a meccset, de nagyon igyekeztem, és elégedett vagyok összességében nagyon ez a teljesítménye. Védőjátékos vagy, úgy tűnik, hogy ezt most nem nagyon érezték az ellenfelek, hogy mi lehet ennek az ellenszere. Igen, Móricz Máté az első meccsen meg tudtam verni, bár igen sokat játszottam vele reggelenként, és mindig megvert eléggé, de most sikerült lepuhítanom, és így meglett a meccs is. Érzed most a játékot? Jól megy? Igen, most kicsit visszarázottam, és sokkal jobban játszom. Az edzésben volt valami változás, vagy összeszedettebb vagy? Igen, az edzésben is, mert most többet edzem, most az iskola kicsit kevesebb, és gyorsabb vagyok, meg jobb. Egy fél éve körülbelül új egyesületben játszol, és edzőt is váltottál. Úgy tűnik, hogy ez is segített.
Igen, elég jó, teljesen más az élet, teljesen más dimenzió, sokkal jobb. A technikákat elég jól tudja Vejcsin, jó a vezetőedző, elég jól mondja, a feladatok is nagyon jók, sokat edzünk nagyon. Milyen most, hogy csak itt játszol, és már elvárások is vannak? Hát sokkal nehezebb így, hogy főleg most már csak felnőtt vagyok. Még ifiként könnyebb volt azért felnőtt bejátszani, de így most már tényleg nagyon kemény mérkőzések vannak, főleg egy ilyen magyar bajnokságon. Minden egyes mérkőzés éles, és minden mérkőzésen ki kell hozni magunkból a maximumot. Kinek az elvárásai a legmagasabbak? Hát talán a sajátomé. Tehát én mindig magasra teszem így a mércét, és annak nem nagyon nehéz megfelelnem önmagamnak. Ma megfeleltél, azért ez egy jó meccs volt, amint túl vagy. Igen, hát nagyon nehéz mérkőzés volt. Kriston Daniban játszottam, 3-0-ja volt, és onnan fordítottam, meg 3 vagy 4 meccs labdája is volt. Borzasztó nehéz volt, mert stílusban nekem nem fekszik a játéka, de valahogy megpróbáltam ezt korrigálni jó, pontos taktikákkal, és ez össze is jött a végére.